Na. Sziasztok, ismét üdvözletem minden a Népligetből, és mindjárt mutatok nektek valami nagyon érdekességet, amit most találtam meg. Egyébként külön köszönöm, hogy valaki el... Az a baj, nem emlékszem, hogy most ki volt, ezért nem azért nem mondom, mert el akarom titkolni, hanem már nem emlékszem, hát tényleg, hogy ki írta a Facebookon a villamosok csoportban, hogy ezt a vágányt még érdemes megnézni, hát ha még megvan. És igaza volt. Ezért csak el. Itt vagyunk egyébként a Vajda Péter utcánál, és ezt nézzétek. Tehát ez biztos, hogy a próbapálya volt. Ennyi maradt meg belőle. Tehát azért van itt ennyi sínszál, mert többféle nyomtávval készült, hogy mindenféle nyomtávú szerelvényt legyen hol próbázni. Hát ennyi maradt meg, és hát látjátok, hogy úgy jött onnan. Itt az aszfaltban azért valamennyire még látszik a nyoma, hogy merről jött. Ez csak egy ilyen kis érdekesség, kis rövid dolog. Emiatt csak kiszaladtam ide gyorsan megmutatni, de egyébként más nyoma már nincsen. Itt valamennyire bejártam itt a környéket arrafele is, de más nem találtam. Lehet, hogy még ott a marvébb messze lenne, de oda meg már nem megyek, mert most nincs annyi időm, hogy ezt is megnézzem. Tudok, ennyi látszik belőle, és itt kiveheti a nyomvonal, tehát megvannak a sinek még az aszfalt alatt, ez hol biztos. Mindjárt megpróbálok átmenni a túloldalra, és ott is megnézem, hogy minden van még itt. Közben átjöttem a túloldalra, hát itt még látszik egy is inszámadatvány. De egyébként az is látszik itt az aszfaltban, jobban megnézitek, hogy jött a vágány. És ezt látszik. Hát ennyi maradt belőle. Hát mondom, ez volt itt a gaznak a próbavágánya, és szerintem itt igen. Itt van még. Ez is itt még sín. Esetleg még itt, ha ezeket a köveket megnézitek, ez nagyon hasonlít a vasútnál az ágyazatban használt bazaltkőre, tehát lehet, hogy ez még onnan van. Egyébként valahogy így jöhetett a próbavágány, mert itt szerintem ott egyenesen a Vajda Péter utca fele ment. De addig aztán közös nyomvonal is volt a villamossal. Itt egy egyvágányú szakasza volt már. De hát más ilyen látható nyomát nem láttam, úgyhogy szerintem akkor ezt a rövid vlogot itt most le is zárom, úgyhogy tudom, itt vagyok. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, hát tudjátok, lehet lájkolni, diszlájkolni, vagy ha valamit esetleg még tudtok erről a próbavágányról, esetleg van még valami nyoma, amiről tudtok, akkor szóljatok, és akkor, hogyha időben engedik, akkor kijövök és megkeresem. Mert ez tényleg egy elveszett vágány. Viszont ilyen nem is nagyon volt, szerintem az országban sem másik. Hát ez még egyedülállónak is mondható. Úgyhogy hát akkor ez ennyi volt. Sziasztok!